Kettő. Mozgással indul a Baka István általános iskolába járó diákok reggele, időre kellett guggolniuk a hetedikeseknek, nyolcadikosoknak. A menő menza program részeként rendezett rögtönzött versenyen Kövesdi Marcell második helyezést ért el. A nyolcadik osztályos fiú heti négyszer futballedzésen vesz részt, és az egészséges ételek sem ismeretlenek számára. Sokszor van úgy, hogy az ebédnél kétfajta leves van, például egy húsleves, meg egy sütőtőkrémleves mondjuk, vagy fokhagyma krémleves, általában mindig vannak, beleépítjük az étrendünkbe a zöldségeket, a gyümölcsöket. Körözött gluténmentes kukorica chipszel, csirkesaláta, gyümölcssaláta és mézzel édesített limonádé. Ez volt a menü aznap a programon résztvevő diákoknak, így azok is megtudhatták, hogy egészséges összetevőkből is lehet ízletes ételeket készíteni, akik eddig ilyen ételeket nem kóstoltak még. Van benne húsi, ubi, meg ilyen nagyon finom uborkászós. Volt már ilyen? Hogy éltettél otthon? Igen, anyukámmal nagyon sokat csinálunk ilyen zöldségesen. A menő menza programon dietetikustól tudhatták meg a gyerekek, miért fontos egészséges ételeket enni, például hús mellé párolt zöldséget választani krumplipüré vagy sült krumpli helyett. A szakember elmagyarázta, hogy cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegség, reflux alakulhat ki a szénhidrátdús étrend miatt kialakult túlsúlytól. A Csapó Dániel szakközépiskola diákjai személyes történetükön keresztül mutatták be, hogy sokkal csinosabbakká, magabiztosabbakká, ezáltal sikeresebbé válnak azok a fiatalok, akik odafigyelnek az egészséges táplálkozásra és a rendszeres testmozgásra. A szervezők azt mondják, nagy szükség van az ilyen programokra, mert egyre több a túlsúlyos gyermek. Elég sok gyermek küzd túlsúllyal, táplálkozik egészségtelenül, energiaitalokat fogyasztanak, sok chipset, sós ételeket esznek, ugye, amit tudjuk, hogy nem az egészséges táplálkozásnak a részei. Felmérések szerint az európai tizenévesek csaknem harmada túlsúlyos vagy elhízott, 10-ből 6 érintett pedig felnőttként is súlytöblettel küzd. Magyarországon kétszer annyi a kövér gyermek, mint 20 évvel ezelőtt.